Ugyan messzi távolból lenne a földről, Sátora-Jeújhely utcáiról szemlélve késznek tűnik. De még néhány munkálat hátra van a nemzeti összetartozás hídjának átadásáig. A legutolsó munkafolyamatokat és az eddig elkészült hidat megszemlélni hívtak egy szakemberekből álló csoportot, akik egy terepbejárás keretében nem csak rámehettek annak járófelületére, de szakmai kérdéseiket is feltehették a kivitelező és tervező kollégáknak. A Hidászokért Egyesülettel közösen, illetve a Graboplan Industry Kft.-vel közösen szerveztünk egy a híd befejező munkálataihoz közeli hídlátogatást. Gyakorlatilag a hidász szakma képviselőit látta vendégül a vállalkozó házigazda. Őnekik mutattuk meg, hogy a híd jelenleg milyen stádiumban áll. Ők hídüzemeltetéssel foglalkoznak zömében, egyetemi oktatók és hidász szakemberek, tervezők. Az utolsó komplex művelet van már csak hátra a híd szerkezetét tekintve. Jelenleg ugye a felszerkezetnek a befejező munkái folynak, előkészülőben vannak a főszélkábel lefeszítési munkálatai. Gyakorlatilag amikor ez el fog készülni, akkor lehet azt mondani, hogy a hídszerkezet szerkezetkész lesz. Ez az utolsó olyan komplex művelet lesz tulajdonképpen, amivel ugye a hídszerkezete teljesen ki fog feszülni. Gyakorlatilag a 4 fő szélkábelt körülbelül 100 tonna erővel fogják a fő szélkábel alépítményekhez feszíteni, és ezzel fog a híd szerkezetnek a stabilitása biztosítva lenni. Szamosvölgyi Péter polgármester örül, hogy nem csupán általánosságban az ország lakosságában, hanem a szakmai közösségekben is felkelti az érdeklődést a híd, melyet a tavasz második felében a tervek szerint mindenki személyesen is megtekinthet. Nagy öröm volt számunkra, hogy egy olyan szakmai egyesület, mint a Magyar Hidász Egyesület 30 fős csoportja látogatott el az összetartozás hídjához, illetve az építkezéshez, hiszen ezek a mérnökök és mérnök hallgatók egy nagyon komoly szakmai érdekességnek, kuriózumnak tartották, és az egyesület vezetése is ennek a beruházásnak a elvégzését. Olyan újszerű és olyan eddig Magyarországon nem használt technikákat tudott ide bevezetni a kivitelező, ami, és a tervező, tegyük hozzá a tervezőiroda, ami egy nagyon komoly tanulási lehetőséget jelent a ide látogatók számára. A kivitelező büszke arra, hogy az egyedülálló konstrukcióra ennyien kíváncsiak voltak a szakma képviselői közül is. Olyan vendégeket hívtunk a hídra, akik a tervezés folyamán segítették a munkánkat, itt az UNITEF-re gondolok, de egyébként meg egy olyan szakmai közönséget hívtunk meg, aki átérzi ennek a hídnak a méretét, a feladatát, a súlyát, úgyhogy ezért gondoltuk, hogy még átadás előtt egy ilyen szakértő közönségnek is megmutatjuk, aki velünk együtt tud örülni, hogy ideig eljutottunk. Már csak különböző földmunkák és más szépészeti feladatok vannak hátra. Az elkészült hídon a statikai lehetőségeket megvizsgálva várhatóan 300 fő tartózkodhat egyidejűleg.